a Salgótarján extrém sportpályán, ami már nagyon nem nevezhető annak, mert sajnos az évek és a elég rossz indulatú emberek ezt leamortizálták. Rengeteg adta lehetőség volt itt a fiatalok számára. Rengeteg fiatal járt ki ide sportolni, gyakorolni, továbbfejleszteni tudását, azonban ez az évek múlásával egyre alább hagyott. Annak jártam utána, hogy vajon mit is gondolnak az emberek, hogy mi történhetett ezzel az egész park dologgal. Hát most egy kicsit elkeserítő, mert ugye ismerem azt az állapotát, ami egy pár éve volt, de egyébként már most elindult valami folyamból. Érdekes a dolog így a személyemben, hogy kerékpárüzletben dolgozom, egy fél kerékpárüzletem ma, és mi is támogatjuk abba a srácokat, már korábbi években is, hogy pénzt adtunk, tehát abból picit fel lett újítva a park, és most kértük őket, hogy írják össze, hogy mire volna szükségük, mi az a fejlesztés, ami kellene a parkhoz, és megpróbálunk ebbe segíteni nekik. Jártak becsülettel, gyakoroltak, tehát nem ők tették ezt tönkre, hanem az, hogy ugye nem volt ennek egy gazdája, vagy nincs, aki vigyázzon rá, vagy felügyelje. Már teljesen szétment, senki nem jár ki, nem használható. Régen eléggé nagy élet volt, sokan kijártak, jó hangulat is volt, de így nem bírta ki a idő megpróbáltatásait, mert egyrészt ellopkodták, másrészt nem volt karban tartva, és folyamatosan amortizálódott lefelé, és nem lehet máson se csinálni. Szét vannak menve az elemek, be van lyukasztva a falak, úgyhogy felesleg is oda kell menni. Szerintem az is közrejátszott, hogy nagyon város szélén volt, nem lehetett őrizni, így rájártak néha az emberek. Azzal kezdődött az egész, hogy ellopkodták a lemezeket, utána már nem is lehetett annyira gyorsan felmenni a piramisra, és utána így nem lett utána karban tartva, nem lett renoválva, és teljesen szétment. Folyamatosan jártam ki, minél többet, amit lehetett, srácokkal sokan voltunk kint, de hát aztán már tagdíjak sem voltak befizetve, szóval nem lehetett karban tartani, és vége. Static, pants hits the pad, I trust doors in the attic. The dopeness that wrote this, you suckers provoke this. Now is the time for perpetrators to quote this. Rhyme that I wrote for heads to get loose to. I blow up spots like snots in a tissue. I dissed you, dismissed you, but suckers persist to bite my flow. So